Az intézmény központi épületét 1978-ban építették fel. Felújítását csak tavaly kezdték meg, de az alkalmazottak szerint a változás már is érezhető. Igen, érezhető, már melegebb van a munkaszobában, meg a folyosón is, nem kell annyira felöltözni, biztonságosabb, könnyebben lehet szellőztetni, mivel nem kell vigyázni az ablakok nyitogatásánál. A felújítási munkálatok után körülbelül 30%-kal kisebb fűtési költségekre számít az intézmény vezetősége. A teljes épületet szigeteltük, tehát a padlást és a falakat egyaránt kőzetgyapottal vontuk be, emellett kicseréltük az ablakokat és az ajtókat is. Mindez hozzájárul az energiatakarékossághoz, de a gyermekek itt tartózkodásának a feltételei is biztonságosabbak lesznek. Az intézmény alkalmazottai a megtakarított pénzből új játékokat szeretnének vásárolni a gyermekeknek. Minden megtakarítás jól jön a költségvetésünkben, amely évről évre egyre kisebb. Mi természetesen szeretnénk új játékokat is biztosítani a gyermekeknek, és minden mást, amire szükségük van, de a megtakarított pénz egy részéből más vállalatokban is hasonló munkálatokat kell elvégezni az energiatakarékosság végett. Az elkövetkező időszakban a Törökbecsei egészségügyi otthonban energiahatékony új kazánt szerelnek be, és a napenergia felhasználását is növelni szeretnék.